Sziasztok srácok! Egy nagyon nagyon fontos dolgot szeretnék bemutatni, ami nem más, mint az, hogy hogyan tudtok vajon velem, Bigóval és Blackkel játszani, vagy akár nagyon nagyon sok más játékossal, vagy akár hogy lehet ingyen Minecraftotok, amik nagyon nagyon fontosak, és egy megbízható, nagyon nagyon király menő Minecraftod. Szóval nincs más dolgod, mint felmész a minezone.hu-ra, ami alapból ott lesz a leírás legfelső sorában. Ide feljöttök, elsősorban be kell regisztrálnatok a webshopunkon, rákattintasz a webshopra, és itt van lent, hogy még nincs fiókod, regisztrálj, rámegyünk, és szépen beregisztrálunk egy karaktert. Hogyha ezzel megvagy, már nincs is már dolgot, csak rámenni arra, hogy nem vagyok robot, és regisztrálj, és meg is van a regisztráció, innentől kezdve már csak beléphetsz, hogy esetleg egy skint beállíthass, vagy rangot vásárolj meg ilyenek. Szóval itt bejelentkezel, és innentől kezdve már igazából szerintem minden magától megy. Itt van bal oldalt, hogy skin feltöltés, itt kibírod választani, hogy milyen skint akarsz feltölteni, ugye bróza. Én most kiválasztottam a saját skinemet, rámegyek arra, hogy feltöltés, és innentől kezdve már meg is van a saját kinézetem. Itt még egyébként tudsz fizetős rangokat vásárolni, meg ugye a szerver támogat, meg ugye a rangokat vásárolni, de hát ugye ez már, ugye ez aki szeretne, ugye nyilván ez úgy van, meg plusz pénzt is, és ugye érmét tudsz egymásnak úgy utalni. Szóval, a következő dolgunk az az, hogy letöltjük a klienst. Itt van felül, hogy kliens letöltése a weboldalon, rámegyünk arra, hogy letöltés, és itt nekünk bal alul el is kell szépen tölteni, és egy kicsit nekem lassan tölt le, mert kicsit rossz a netem, de ettől függetlenül, amint letölt, el is kell majd szépen indítanunk. Amint letöltött a kliens, rá kell majd menetek szépen erre a csodálatos parancsikonra. Mindenféleképpen, tehát ezt ki fogja nektek még egyelőre írni a Windows, hogy Windows meggépte a számítógépet, ez azért van, mert még nem küldtük be úgymond a kliensünket, vagyis ezt a programot, úgymond a Windowsnak a cuccába, hogy ezt így le tudják ellenőrizni. A lényeg az, hogy rámentek arra, hogy további információk és futtatás mindenképpen nyugalom, nem vírus, nem izé, tehát nyugodtan bízhattok bennünk. Itt ugye ki kell választani, hogy kinek a számára akarjátok telepíteni a klienst. Mindenféleképpen választhatok szerintem én szerintem azt ki, hogy csak az én számomra, de hogyha esetleg azt jelentek, hogy mindenkinek a gépén rajta legyen, hogyha esetleg többen használjátok a gépet, akkor erre rámettek, de egyelőre szerintem nektek bőven elég az, hogy csak az én számomra. Itt ugye ki tudjátok választani, hogy hol telepítsed el, szerintem hagyjátok így, ahogy van, és menjetek arra rá, hogy telepítés. Le is telepítette, menjünk rá szépen arra, hogy befejezés és futtatás, és elvileg meg is fog nekünk mindjárt nyílni. Meg is nyílt a kliens, nincs más dolgunk, mint beírni szépen a karaktert, amivel beregisztráltunk. Én ugye most ezzel regisztráltam be. Ide szépen bejártuk ugye felülre a felhasználnevet, alulra pedig a jelszótokat, amit megadtatok. Azt mondtuk, hogy bejelentkezés. Na, itt most szépen figyeljetek. Itt van a beállítások. Itt elsősorban nem tudom, hogy mennyi gigaram van a gépetekben. Meg kell adnotok, hogyha még tegyük fel, van 4 gigaram a gépetekben, akkor szerintem egy 2 giga az úgy oké lesz. Hogyha mondjuk esetleg van nektek 8, akkor feltartjátok akár 4-re is. Ezt teljesen tőletek fog, ezt tudjátok úgymond személyre szabni. Ha esetleg nagyon-nagyon-nagyon rossz gépetek van, akkor választhatok ki ezt a cuccot, hogy potátó PC. Ha jobb gépetek van, egy kicsi két, de azért, ja, azért el tud futni rajta a Minecraft, akkor menjetek rá arra, hogy gyors. Ha esetleg meg tényleg királygéptek van, akkor pedig szép. Az Ultra az még elvileg még nincsen bent, az majd úgy fog működni, ez majd nagyon-nagyon csodálatosan szép Minecraftot fog beadni. Mindegy, kibírjátok választani még itt, hogy Optifine vagy Sodium. A Sodium arra jó, hogy a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz gépeteket, vagyis nagyon-nagyon rossz gépetek van, akkor is a Minecraft rajta eléggé gyorsan fog futni, de én akinek jobb gépe van, az pipálja ki az Optifine-t, akinek rosszabb, az a Sodiumot, ez a lényeg. Rámentek arra, hogy játék indítása, és most ilyenkor egy kicsikét fog itt tölteni, tehát látjátok itt lent, itt van a csík, ez tölt. Ez általában, amikor legelsőnk indítjátok el, akkor egy ilyen 2-3 percig is eltarthat, lehet talán tovább is, attól függ, kinek milyen gyors a gépe, vagy a nete, de igazából ezt meg kell várni, nem kell félni, nem kell aggódni, hátradőltök és vártok. El is indult a kliens, csodálatos, mindjárt betöltés, már konkrétan játékra is kész. Itt szépen ugye bementek a beállításba, be tudtok állítani magatoknak minden alapbeállítást, amit ti szeretnétek, és szépen bementek ide a több játékosba, és már fel is léphettek bármelyik szerverre kedvetekhez méltóan. Itt például most igen, itt ugye ki van írva, hogy mi, hogy van, tutoriál, stb. Y-t megnyomjátok, és már tudtok is játszani. Szóval srácok, ennyit volna ez a kis bemutató, mindenféleképpen csekkoljátok le a szervert, gyertek fel, nagyon-nagyon szépen megkérek mindenkit, és hát ja, ne legyetek lusták, csináljátok meg, és találkozunk itt. Én Ari voltam, és hát ja, sziasztok!